Madártávlatból nem lehet megállapítani, hogy szigetelte az ingatlan vagy nem, pedig ez az egy tény is jelentősen befolyásolja az ingatlan árát. A múlt télen bekövetkezett jelentős energiaár emelkedés miatt kulcskérdés a piacon, hogy milyen rezsiköltségekkel működtethető a családi ház. A szakértő azt mondta, a felújított ingatlanok ára nem változott egy év alatt ezek az ingatlanok meg is tudták korszerűsítés miatt ugye tartani az árokat. Itt a rezsé az tényleg egy nagyon-nagyon alacsonynak mondható összeg havonta, tehát ezekhez az ingatlan árakhoz úgymond nem nyúlt hozzá senki, nem lett alkutárgya egy ilyen kész ingatlan, amiben akár csak költözni kell. Nyilván a korszerűtlen ingatlanoknak a piaca az az lett olyan, hogy akár 10-15%-os alkut is elértek a kedves vásárlók, amikor elindultak ingatlant nézni egy korszerűtlen ingatlan esetében. Csak hogy a múlt héten pont történt egy érdekes dolog. Az egyik uh, hírportál uh, egyik posztjában, cikkében megjelent egy írás, miszerint az otthon felújítási támogatás az a jövő évtől újra képbe kerülhet. Ennek egyébként nagyon gyorsan lett hatása. Ez a cikk megjelent azt hiszem, hogy kedden, és a hétvégén már a kollégáimmal több olyan ingatlant mutattunk, ami korszerűtlen és viszonylag alacsony az ára, és pont ebben spekulálnak a, a nézelődők, hogy szeretnének akkor egy korszerűtlen ingatlant megvenni, fölújítani és a saját ízlésükre kialakítani, hiszen ezt az összeget még elő tudják teremteni, a korszerűek árát meg már nem. Januártól új családtámogatási rendszert indít a kormány. Ebben a táblázatban foglalták össze, hogy kik és milyen mértékben tudják majd igényelni az úgynevezett csok Pluszt. Akár 50 millió forinthoz is hozzájuthatnak a 40 év alatti házaspárok. Fontos tudni, hogy ez a támogatás hitel, de gyermekszületés után meghatározott összegekkel csökkenthető a tőke tartozás. Azok a házaspárok járnak jól, akik még nem vállaltak ez idáig gyermeket vagy nevezzük úgy, hogy még folyamatban van, tehát január után fog megszületni az első gyermek. Tehát ők járnak jól, mert igazából három gyereket, ha vállalnak, akkor kaphatnak 50 millió forint kamattámogatott hitelt. De nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy hitelt kaphatnak, mert az eddigi, korábbi sokkal ellentétben itt nincs fix, fix támogatási összeg. Tehát itt nem úgy van, hogy két gyerekre kapok 1 millió 430 és hú, de jó, hogyha ezt teljesítettem, mert a két gyereket nem kell visszafizetnem. Itt uh, hitelről van szó, viszont ennek a hitelnek a kamata 3 ami azért nagyon jó, illetve a fiatalokat segítendő, egy 10%-osan erőelég elég lesz az ingatlanok megvásárlásához. Ez is egy nagyon pozitív változási szándék, 20% volt. Kamatokról nem is beszélve, tehát ez a 3% majdnem harmad annak, ami mostanában szokásos a hitelnél fontos tudni azt is, hogy ez az új csok plusz hitel összevonható a falosi csokkal is. Így egyes kisebb településeken tovább növelhető a támogatási összeg. Az új rendszer hatással lesz az építőiparra is, de annak mértékét a szakértő még nem tudta megbecsülni.